A Sáb-Hotó Nemzeti Természetvédelmi Terület a kínai Ningxia-Hui Autonóm Terület nyugati peremén fekszik, a tengersivatag délkeleti szélén. Sáb-Hotó csodálatos látványa sivatagból, a sárga folyóból, dombokból, illetve oázisból áll. Van itt ősi vízkerék, illetve a sárga folyó legrégibb közlekedési eszköze, birkabőrből készült tutajok is szórakoztatják itt a látogatókat. A kínai nemzeti természetvédelmi területként a védettek köre a természetes gyönyörű sivatagi látványosságot, a homokban élő növényzetet, az elsivatagosodás elleni lépésekben elért vívmányokat, a vadon élő állatokat, illetve a nagy fal szakaszát érinti. Az itteni homoktelep a három legismertebb hangot adó homoktelep egyike, és a legnagyobb kínai természeti sivatagi sípálya is itt jött létre. Aki elég szerencsés, az még déli bábot is láthat. Sáb-Hotótól Teveháton átkezhetnek a sivatagi túrához. Vagy telepjárójárművel lehet szörfölni a sivatagban. Kényelmes és változatos módokon lehet megtapasztalni a sivatagi csodákat. Sáb-Hotó sikeres példa arra, hogyan lehet egyesíteni a sivatagi ökológiai védelmet és a turizmus fejlesztését. Innen perspektíva esik az ember és a természet közötti harmóniára.